Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Na, legutóbb ott hagytuk abba, hogy játszottunk a Wonderboltosokkal, vagyis hát a csodavilámokkal, és már is folytatjuk a játékot ott, ahol... Elnézést. Legutóbb ott abba hagytuk. Viszont előbb most gyorsan csinálok egy aratást. Egy gyors konnekciót. Ja, jó, látom, hogy van. Jó, nem vettem észre. Ez a Sweet Days, most úgy látom, hogy nagyon belelendült. Hát mondjuk ők most kis szintű. Ez mind csak szív, hogy elnézem. Nem baj, ott úgyis kellni fog nekünk. Na, ledurrantom a... Hát mi ez? Ingyeneset. Mert az van. Elnézést. Na, az jó jött. Oké. Okay. Most van egy olyan feladatunk. Pardon. Hogy most a játékban, most olyan heti feladat van, hogy itt le kell durrantani. Top 10-es az mennyi? Hány? 15. Jó. Perespártokat kell kiírtani Ponyville-ben. 15-öt? Ez úgy viszonylag könnyű lesz nekem, mert itt most... Hát igen, azért lehet látni... Ó, ezt még nem adottam le. Azért lehet látni, hogy egy kicsikét másmilyen... Érdekes, a vacsodban van idő, de nincs semmi téve. Na, lehet azért látni, hogy egy kicsikét máshol lettek a Perespártok azóta, mert azért... Hát igen, kicsit írtogattam azért, mert hát, hogyha már jön ez a... Van ez a most névent, akkor itt... Ajaj... Írtogatni kell... Csak ez az a baj... Hogy ahogy elnézem, nem sok jött vissza. Elnézést. Hát nem sok jött vissza tényleg. Hát nem tudom ez hogy lesz. Mert most így hányadik helyezettem vagyok? Tizedik. Nyolccal. Hát remélem, hogy azért több Perespártot vissza fog még hamar jönni. Na de mi most egy olyat fogunk csinálni, hogy... Bánod. Elmegyünk Szvitepölék részbe. És itt... Jaj, fratörsáj. Jó van, Réti nem rég denszeim most. Aratunk. Jó, valamit pillanatok. Na mindegy. Jó, ez a másik feladat volt, hogy sárokat kell gyűjteni, és így... Ja. Szóval jó, megmondtam. Nem. Sárokat kell gyűjteni. Pardon, és így lehetett megcsinálni ezt a másik ilyen küldetést. Na. Most eljöttem Szvitepölék közben, de olyan miért. Jó, megint csinálj a fratos, ez jó. Azért, mert most úgy döntöttem, hogy kiások egy pár idegesítő dolgot itt Szvitepölékben. Meg megböggösöm a fákat, mert a fákat böggösni jó dolog. De ez a nagy szikla 4 óra. Elnézést, ez kicsit rosszul esett. Azt akarom megnézni, hogy itt van-e még valahol... Jó. Igen, amúgy van. Jaj, nem a kamerát akartam, elnézést. Ez véletlen volt. Akkor így átköltöztetjük ezeket a fónikat. Ja, hogy az nem is az volt, értem. Azért költöztetjük át ezeket a pónikat,
Ja, hogy ez 4 óra, értem. Lehet, hogy majd visszajövök egy 4 óra múlva, hogy ezt megcsináljuk. Tehát, hogy itt kiássak, mert itt nagyon sok kiásnivaló van itt szüttepölé közben. Ez a kis szikla, hogy ez ennyi, értem. Ez fél óra. Jó, hát itt kicsit... Az mindjárt megvan. Ott is van egy, azt is látom. Azt nézem, hogy van-e még valahol valami. Ez a... Igen, ez a házhoz tartozik. Jó, nem! Meg ezt, meg ezt, meg még ezt. Jó. Többet itt már nem ásunk szüttepölé közben, mert nagyon lefogytunk. Elnézést, hú, tényleg valamit lehet, hogy bennem kéne egy robitussint. Hát, ha még van olyan, na mindegy. Most eljöttünk Kentelokba. Egyrészt azért, hogy arassunk. Hát itt azért van, jó, azért itt is visszajött egy pár dolog. Vagyunk? Ez is jó drága. Elnézést. Azt nézve, hogy a szobrakos tért oda föl tudnám költöztetni, mert eddig nem tudtam ott, úgy emlékszem. Na mindegy. Ó, kicsit kapan ma valamiért a tarkom, na mindegy. Na, úgy döntöttem, hogy most a zenekartagokkal fogunk játszani, kezdjük Oktáviával a játékot. Ővel csak egy 100-as játékot fogunk menni, nem azért, mert lefogyott a pénzem, hanem azért, mert... Mindjárt már tényleg nem gondolkodok valami témán. Na, azért kezdem a zenekartagokkal, mert az... Nem, hát a zenekartagok azért, mert csinálni kell. Azért megyek Oktáviával egy 100-as játékot, nem azért, mert lefogytam, hanem hogy... Egyformán végezem a zenekartagokkal, tehát tudjátok, ez az én mániám. Nem mániám, csak hát én így tartom úgy jónak. Jó. Ezzel már tudunk repülni. Pardon. Szerintem Octavia az mindenkinél hamarabb lesz meg. Majd meglátjuk. Na. Már várom ezt a frissítést, hogy a pónik beöltöznek megint. Nightmare Night-ra, de Nightmare éjszakájára. Mert az mondjuk régen is tette, csak az a baj, hogy tavaly kimaradt, de gondolom biztos azért, mert jött a Zever Free Forest. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez miért befolyásolta a... Azt, hogy a pónik beöltöznek Nightmare Night-ra, de... mindegy! Hát... YouTube-re ezt folytatjuk közben a játékot egy 1000-es játékkal. Ez engem mondjuk nem zavar, csak legalább arra szintre jussunk el, kérem, hogy a... Azt már hagyom. Leesni, mert arra már nem... Értem volna oda időben, miért laggol a játék, na mindegy. Azt mondjuk talán már nem, hát talán már nem. Most miért beszélek? Tehát, hogy az nem tudom, hogy miért volt tavaly kihagyva a Nightmare jelmezes este. De remélem azért, ha Nightmare Night lesz megint, az meg nem értem el sajnos. Hát ezzel nem fogunk tudni repülni, én úgy érzem.
mégis kérti ezt, akkor repüljük vele is. De remélem, hogy idén karácsonyra már megint lesznek olyan karácsonyi küldetések, és remélem benne lesznek azok a karácsonyi küldetések. Karácsonyi küldetések? Nem. Nem karácsonyi küldetések, hanem karácsonyi termelők. Igen, karácsony alkalmával is hoztak le termelőket, csak azokat nem rakták be. Remélem, hogy idén már visszahozzák. Mert az kell. Olyanokra én is igényt tartok, mondom. Két dolog fontos nekem ebben a játékban. A pónik és a termelők. Elsősorban a pónik, utána jöhetnek a termelők. A pónik megvannak, jöhetnek a termelők. Ha a termelők megvannak, akkor... akkor onnantól már semmi sincs, ami kell nekem. Oké, két póni letudva. Lássuk, hogy a többivel hogy boldogunk. Frederikkel menjünk. Menjünk Frederikkel. Ővel is egy egyes játékot fogunk játszani. Elnézést, nem tudom miért kapar ma a torkom ennyire. Nem tudom, általában nem szokott kaparni, de mikor egy videót készítek, lehet, hogy azért mert kicsit izgulok. Pedig már nem először csinálok videót, tényleg. Nem tudom, talán... azért, mert... nem tudom. Hát azt semmi kérdésejtem volna ezt az almát, mindig. Szóval nem tudom, hogy mitől van ez. De mindig. Kell beszéljünk a hüvelygombáról. Nem, de... hogy hagytam el azt az almát? Kérem szépen, azt az almát hogy hagytam el? Nem tudom, de rá bele is tudunk repülni. Oké. Szóval, a karácsonyi termelőket szeretném, hogyha visszahoznák. Mert ez a két termelő nekem kell. Azért is mondom, hogy a termelőkre igényt tartok, mert a korábbi karácsonyi termelőket, amiket a játék legején hoztak be, azokat már mindent, hát nem mindent visszahozták, mert eleve benne volt a játékban, csak az, hogy ki se vették. Hát azt szerintem ahhoz közön nem volt a felelősz, hogy olyan sokáig fönnmaradtam, de mindegy. Na jó. Lényeg a lényeg, ez is megvan. Penny Slendermere. Nem Slenderman. Mert mondjuk az igazából Slender Pony a Slenderman. Mindegy, ilyenek ne beszéljünk. Mert én nem szeretem. Mondtam, hogy én a... hát most úgy beszélve, tehát nem szeretem a jumpscare-t, a screamer dolgokat, nem szeretem a horrort. Én olyan vagyok, mint tényleg a... kis mondta, a Sirius mondta, a pingvin harcos. Mondta, hogy ő is, hogy ő olyan az ijesztgetés terén, hogy hogyha megijed, akkor belülről fölrobban, szétszakad. És hát lényegesen én is ilyen vagyok. Én sem nagyon szeretem a horrort, meg az ijesztgetést. Jó, hát hogy... valamilyen szinten... bírom az ijesztgetés, de annak azért megvan a maga határa. Na, legalább ezzel is tudunk, ezzel a pónival is tudunk repülni. Na, csináljuk akkor ezt is meg. Szóval nem szeretem. Jó, Final Fantasy-zel foglalkozok, de csak azért, mert nagy a nézettsége. Jó, hát... nem játszottam soha az életben azzal a játékkal, nem is tervezem azt. Nincs az a pénz. Legfeljebb tudjátok mikor? Hogyha az lenne az ára, hogy teljesüljön az elvárásom a Bonika kapcsolatban, amit a harmadik évad óta várok, akkor... nem tudom, talán azt bevállalnám úgy. Bevállalnám. De akkor is csak úgy, hogyha beveszek előtte egy vödör szanaksot. Na jó, egy vödörrel talán nem, de legalább egy két-három levélel? Nem, inkább két-három... a filter az a teában van különben is. Nem, két-három... tablettával, két-három szemet beveszek egyszer, de ilyen egészeket, jó, az is megvan. Szerintem ennyi lett volna a játék. Úgy értem a mostanak a Fluttershy meg a pillangó. Ja, igen. Na, visszamenjünk Ponyville-be. És akkor majd innen fogjuk folytatni egyébként. Még mindig megvan ez a Fluttershy játék, amit a Kinder tojásból szereztem meg. Meg Pinkie Pie is megvan. Mert csináltam ezekről egy videót. Azt majd nézzétek meg. Na!
Mi van szépen, azt mi megnézzük, és akkor majd innen folytatjuk szerintem a következő alkalommal. Csak ezek vannak? Ez a két póni? Jó. Akkor majd innen folytatjuk a következő alkalommal, mire... Hát, hogy kiássuk a dolgokat Twitterből éközben. Tényleg azóta nem jöttek vissza a Pressprite-ok, de szerintem nem. Na jó, amíg így körbenézek, addig én elbúcsózok, és akkor majd találkozunk a következő videóban, de nem láttok Pressprite-ot, úgyhogy lehet, hogy nincs. Na. Úgyhogy a következő videóban találkozunk, addig is köszönöm minden kedves nézők a filmet, és visszat a következő videóban valami külön minden bronyok, és meg az ide pedig bróf, és viszlát!